Bár az ellenzéki pártok sokszor hangoztatják, hogy most már tényleg elegük van az embereknek, valójában nincsen forradalmi hangulat, írja friss elemzésében Lakatos Júlia. A Méltányosság Központ elemzője szerint hiába vádolják a jogállam leépítésével Orbán Viktort, amikor a magyar emberek többsége jutalmazza az erős vezetőt és a többségi retorikát. Lakatos Júliát kérdezzük. Aki a Méltányosság Politika Elemző Központ nemzetközi igazgatója, jó estét kívánok. Estét kívánok. És pont, amit Gyurcsány Ferenc mondott, lehetne a felvezetése annak, amiről mi beszélgetünk. Ő abban bízik, és azt reméli, hogy minden úgy lesz előbb-utóbb, ahogy ő hirdeti, és ahogy a pártja hirdeti. Tehát szabadság, egyenlőség, testvériség, hogy a franciákat idézzük. Miközben az Orbán kormányzat egy teljesen másfajta retorikát, egy teljesen másfajta politikát követ, és ő meg azt írja, hogy ez kell a népnek. Hát úgy gondolom, hogy azért az Orbán kormány sem azt hirdezi, hogy ne legyen szabadság, egyenlőség. Ma Orbán Viktor mondta, hogy ő szereti a szabadságot, például azt csinál a CEU, amit akar. Ugyanakkor, hogyha már Gyurcsány Ferenccel kezdjük, én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés ez az egybeesés, hiszen valóban az, amit ön is mondott, hogy hát mintha nem tudnánk kihívni ez a két szereplő egymást. Szerintem ez nagyon igaz. Ugyanakkor ez az ellenzéknek az egyik legnagyobb problémája, és Magyarország legnagyobb problémája is talán, hogy tulajdonképpen Gyurcsány Ferencen és Orbán Viktoron kívül nem volt még olyan ellenzéki vezető, aki intellektuális hátteret tudott volna adni a mondani valójának, és meg tudott volna tényleg alapozni egy olyan hosszú távú stratégiát, amit vonzónak találnak a szavazók. Amit én mondok az ellenzéknek, az az, hogy nem azzal kéne foglalkozni, hogy mennyire diktatórikus Magyarország, nem azzal kéne foglalkozni, hogy milyen nem a demokrácia, hanem milyen is lehetne a demokrácia. Tehát vegyék ki az egész képletből Orbán Viktort, és hogy milyen jelenleg a helyzet. De meg lehet a helyzet kerülni? Adott. Bocsánat, hogy lehet megkerülni a képletben Orbán Viktort, amikor voltak éppen ő maga a képlet? Szerintem nem ő a képlet. A helyzet adott, és ezt a helyzetet nem tudja az ellenzék elfogadni. Gyakorlatilag az a stratégiája, hogy Orbán Viktort támadja, mert nincsen jobb mondani valója. Én azt mondom, hogy hiányzik az az intellektuális töltet, és az az alternatíva, az az ajánlat, amit Orbán Viktornál tulajdonképpen az erős vezető képeként biztosan, ezt tudjuk, hát látjuk a választásokon, akármilyen törvényi szabályozás vagy játék van, akkor is a többség támogatja ezt az irányt. Én úgy gondolom, hogy az ellenzék nem tud ilyet felmutatni, nagyon sokféle, és pont Gyurcsány Ferenc tudja, hogy mi ez, mert egyszer már megcsinálta. Amikor ő berobbant a magyar politikába, akkor hosszú esszéket írt arról, könyvet írt arról, hogy milyennek kéne lennie Magyarországnak, milyennek kéne lennie a világnak, hogyan képzeli ő a demokráciát. Na ez az, ami most hiányzik. A DK-nak van egy 300 oldalas programja. Az voltak éppen valami hasonló? Nem gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül született volna. Azért nem elégséges ez, és azért nem elégséges, amikor mondjuk szakpolitikai kérdéseket próbálunk behelyettesíteni. Tehát fontos a program, minden pártnak kell program, de nem feltétlenül ilyesmire gondolok. Mire gondolok? Szerintem ahhoz, hogy ma versengő pártpolitika legyen Magyarországon, most valóban nem ilyen, nem azért, mert Orbán Viktor a miniszterelnök, nyilván nagyon sok olyan intézkedést hoztak, ami miatt hátrányban van az ellenzék. De az ellenzék gyakorlatilag odaadta tálcán azt, hogy most ilyen helyzetben van. Például arról kéne beszélni, hogy mi az elitnek, a politikai elitnek és az állampolgároknak a viszonya. És miért érzik az emberek azt, hogy ők kimaradnak valamiről, nem róluk szól a törvényhozás, és hogy ebben nem tudnak ők integrálódni. Ez világszerte kérdés, de nem nagyon beszél erről senki Magyarországon, csak a Fidesz. Erre egyébként nagyon sok nemzetközi példa van. Európai Uniós szinten vannak kutatók, akik próbálnak erre kísérleteket kitalálni. Ott van David van Raybrook például, aki azt mondja, hogy legyen sorsolás, válasszunk ki reprezentatíven minden nemből, korosztályból embereket, akik üljenek össze, beszélgessenek politikai kérdésekről, ötleteljenek, hívjanak szakértőket, és ezáltal úgy fogják érezni az embereket, hogy egyszerűen jobban be vannak vonódva. Ugyanígy kell beszélni arról, hogy mi Magyarország és a világnak a szerepe. Mik lesznek azok a legfontosabb kérdések 50 év múlva a világban, nem Magyarországon, a világban, amit korábban beszélgetek, hogy kik fognak tanítani, mit lesznek a robotokkal. Mi történik akkor, hogyha mondjuk a klímaváltozás révén
átalakulnak a politikai konfliktusok, átalakul az éghajlatunk, átalakul a mezőgazdaságunk. Ez hogyan fogja befolyásolni Magyarországot? Érdekli ez ma az embereket? És ezt most komolyan kérdezem, nagyon sok kutatás és nagyon sok kutató azt állítja, hogy az emberek többsége a holnapi napig érdeklődik a jövő iránt, és arra teszi le a voksát, hogy a holnapi napra kiígér valamit, a holnapi nap nyilván képletes, tehát egy nagyon, nagyon szűk, nagyon közeli jövőről van szó. És nem érdekli, hogy 50 év múlvára melyik pártnak van jó programja. Hát természetesen ezt nem így kell csomagolni, nagyon sok szinten kell ezt bemutatni. Azért mondom, hogy ez egyébként érdekli az embereket, mert hogyha még a harmadik pontomat behozhatom, amiről az ellenzéknek hát kell beszélni, hogy a többségi elv és a jogállamiság kérdése, tehát az, amiről a Fidesz folyamatosan beszél, csak nem ilyen szép, tudományos szavakkal, többségi elv, meg jogállamiság, hanem azt mondják, hogy az emberek erre szavaztak, és ezért nekünk felhatalmazásunk van. És ez egyébként az, ami nagyon vonzó az embereknek, mert úgy érzik, hogy végre valaki jött, és tett valamit értünk. És azok a és azért tesz, mert én hozzájárultam, hogy ő tehessen, tehát ezen a ponton be vagyok vonva, mint szavazó. És ez feloldja az első pontot, ami azt jelenti, hogy úgy érzik az emberek, hogy nem értük, cselekszenek, és úgy érzik, hogy azok a problémák, amikről beszélünk egyébként, azok nem jönnek le az ő bonyolíthatom szintjére. Én ezt tovább, mert ugye a nemzetközi ügyekkel szokott foglalkozni, jó, nem elsősorban Németországgal, talán leginkább Amerikával. De ezek összefüggnek, én azt gondolom. Ugye van egy új brazil elnök, akit szélső jobboldalinak tekint a világ, és egy igazán populista vezető, aki igazából katonai huntáról és melegek nélküli világról álmodik, és a nők szabadságjogának megkurtításáról. Meg tudja ezt mind tenni, persze, kérdés. Ott van Trump, kicsit északabbra tőle, aki hát egészen furcsa módon trappolt bele a világpolitikába. Itt vannak a németországi események. Itt van a Brexit a maga elrendezetlenségével és a forrongó Nagy-Britanniával. Mint hogyha különböző gócok lennének a világban, amit mind azt mutatják, hogy Orbán Viktornak abban igaza van, hogy megváltozik a világ körülöttünk, megváltozik a politika körülöttünk és a politika csinálás technikája. Mit gondol erről? Abszolút egyetértek, hogy ez egy világszintű trend, és egyébként pont a nagy 90-es években bekövetkezett rendszerváltások és a demokratizációs hullámoknak az eredménye az, hogy akkor nagyon sok embernek nagyon nagyfokú jólétet ígért, például a globalizáció, például a technológia. Ugye arról hallottuk, hogy a globális világ lesz, és ez majd összehoz mindenkit, és nem következett be az a szint, illetve, de nagyon sok szempontból sokkal jobban élünk, mint ma, mint korábban. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg a társadalmi egyenlőtlenség viszont elképesztő módon nőtt, és valóban egy csomó olyan geopolitikai változás történt, ami miatt ma abszolút megváltozott mindaz, amit adottnak vettünk eddig. Viszont a legtöbb párt ezt nem reagálta le. A gyakorlatilag, amit most Németországban látunk, az az, hogy az európai nagy pártokat utolérte egy hullám, és itt most Merkel esetében is ez történt, egyszerűen nem tudták lereagálni azokat a kérdéseket, amiket ma, ami foglalkoztatja egyébként az állampolgárokat, és ami miatt súlyosan büntetnek, hogyha nem hozzák fel. Ezt ki lehet használni rossz értelemben is, ki lehet használni populista módon is, és lehet azt is mondani, hogy nekem erre van egy erkölcsösebb, hatékonyabb, jobb ajánlatom. Ezt viszont ki kell találni. Mert mondani kevés, olyannak is kell látszani. Szerintem még csak nem is mondják. Tehát, hogy most hát, még ott tartunk. Itt az imént elmondta az erre vonatkozó gondolatait, miközben nagyon kevéssé tesz mellé egy olyan cselekvési tervet, ami mondjuk a déli határban kiváltaná a kerítést és a menekültekkel kapcsolatos kemény elbánást. Egy politikus mindent másként közelít meg, mint egy politikai elemző. Egy politikus pontosan tudja, hogy az, hogy ő hatalomra kerüljön, és ott is maradjon, annak rendkívül sok szintje van. És ennek van egy meggyőző része, van egy technikai része, és nem lehet helyettesíteni az ideológiai részt is. Gyurcsány Ferenc elsősorban a technikai résszel foglalkozik, és az érzelmi résszel, viszont az ideológiai részt meg még nem nagyon tették oda emellé. Megjegyzem, nincs ezzel egyetlen az ellenzéken. Pont a Fidesz tagadta az ideológiát. Általában a konzervatív oldal az ideológiát tagadja. Szerintem egyébként a Fidesz, amiben erősebb más pártokban is, amit pozitívan jelez vissza a magyar választói közösség, az az, hogy értékeli és elemzi a világ politikai történéseket. És ezt nem teszi meg az ellenzék azért, mert van benne egyfajta
visszavágyódás abba a helyzetbe, amikor még jó volt minden, amikor nem voltak ezek a konfliktusok. Akkor voltak éppen arra ösztönzi az ellenzéket, hogy vegye fel a fonalat és értse meg a világot maga körül. Ha jól, jól értem, ez egy nagyon komoly hiányosság. Ez egy mínusz egy lépés, és ezt követően pedig mondja azt, hogy függetlenül attól, hogy mi a helyzet ma, én ezt tudom jobban csinálni, és én tudom ezt kreatívabban csinálni, és vannak ugyanezekre a kérdésekre, amik valós problémák, hiszen halljuk ténylegesen mindenkitől, erre nekem van egy jogállami, demokratikus válaszom. Ha már azt mondom, hogy diktatúra van, az nem elégséges, hogy azt mondjuk, hogy diktatúra van. Ezzel tudományos szempontból is nagyon sok probléma van. Például az, hogy nincsen különösebben olyan kategória, ami például egy lehetőséget adna arra, hogyha valaki másként akarná csinálni a demokráciát, mint ahogy az a nagykönyvben meg van írva, akkor az most automatikusan kikerül. Tehát, hogy itt van egy ilyen szürke zóna, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni így a kategóriák. Hát még a név is egyelőre gondot okoz, számtalan nevet kapott már, például az Orbáni rendszer. Igazából még talán ez írja le a legjobban, hogy ez az Orbáni rendszer. Igen. Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Érdekes volt, Lakatos Júlia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.